Felvonulók színes kavalkádja kezdte szombaton a Városnapja programot. Sportolók, civil szervezetek, egyesületek vonultak fel a lakótelepen és érkeztek meg az Atomtérre, mely az új helyszíne volt a rendezvénysorozatnak. A város erejét a benne felhalmozódó tudás és képességek is jelentik. Városunk ebben is előjár, hiszen a műszaki tárgyú tudás mellett Pakson magas színvonalú az egészségügyi és szociális ellátás, az oktatás-nevelés, vagy éppen a különböző sportágak tevékenysége. Szabó Péter polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, Paks ereje megmutatkozik abban, hogy évről évre fejlődik, szépül, gazdagodik. A már hagyományos városnapi halászlé főzőversenyen tucatnyian főztek. A győztes a dunakömblödi borbarátok által az Aság kosarasainak készült halászlé lett. Lassan 20 éve, de a kömblödi halászlének híre van, híre is volt korábban is, és ezt a hagyományt szeretnénk így ápolni, továbbvinni, és itt azért vannak nagy tehetségek, nagy öregek, ebben a főzésben, akik már tényleg évtizedek óta jó halászléket főznek. A színpadon egész nap helyi és helyi kötődésű előadók léptek fel. Bemutatkoztak a paksi amatőr, művészeti csoportok, civil szervezetek, intézmények, cégek, kóstolókkal, játékokkal, egyéb foglalkozásokkal. A szombat este Rúzsa Magdi nagy koncerttel zárult.